gondoltam, megmutatom, hogy milyen az, amikor az ember megkapja a rendelését a DirectScan-től. Ugye rajta a kis DX-es logó, címem, amit nem publikálnék, különböző adatok, súlyok, és hogy Hongkongból érkezett. Természetesen a postán már fölnyitottam, hogy megvan-e benne minden, de nézzük. Mit is sikerült rendelnem? $40, mondjuk, hogy 200 forinttal számolok, akkor 8000 forint. Azt mondja, egyszer egy autó színjavító, ami, hogyha igaz, akkor 350, tehát 700 forint. Azt, ha jól emlékszem, akkor ilyen 1500 körül van a nagyobb ilyen áruházokban. Ez nem kütyük, csak ha már ott volt a neten, akkor hadd jöjjön. Omnia i900-hoz, szilikon tok. Közben nézem az interneten, hogy mennyire rendeltem. Itt van, $1.69, tehát 230 forint. Azt hiszem az árak magukért beszélnek. Nézzük a következőt. Elektromos duda biciklire, állítólag 120 decibellel sivít és dudál, mint az állat. Azt mondja, hogy ennek az ára 7,2 cent, tehát akkor legyen $4, kerekítsünk 800 forint. Ugye? Körülbelül a 10-szeresért lehet itt fog megvenni. Aztán fejlámpa. Kedvencem, ugye, ebből én a ilyen Tesco-sakat lehet kapni ilyen 1200-1300 forintért. Ugye ez ötledes, AA-s elemmel megy, van hozzá a fejpánt is. Az ára, azt mondja, hogy headlight, na, hol vagy? Így van, $2.88, azaz 600 forint. Nézzük, hát igen, mindig kellhet a négyszögletűből, ami szabványunk átalakító konnektor. Nem fejezhető ki az árat, de egyébként a kettő darab volt $1.74, mert kettőt rendeltem, tehát 0,87, azaz 160 forint. Nézzük, mi van még itt. Ez két kéz kell, elnézést kérek. Azt mondja, hogy igen, megvan. Én, mint bűvös kocka mániás és bűvös kocka gyűjtő, rendeltem egy eléggé rendhagyó alakú bűvös kockát. Mindjárt le akarom róla a dobozt. Hát nem tudom ki, mikor járt utoljára játékboltba is. Hát még egy bűvös kocka a gyűjteményben. Csudi. Természetesen nincs leírva, hogy Rubik, mert nem Rubik, hanem kínai utánzat. De akkor is gyűjtök, gyűjtöket ez nem foglalkoztatja. Tuti. Azt mondja, hogy $6.41, azaz legyen $7, 1400 forint. Ugye olyan 6-7000 környéken lehet itthon venni bűvös kockát. Már legalábbis ilyen nagyobbakat. Nézzük, ugye? Hangkártya, USB-s, driver rajta, bedugjuk, telepítjük és megy, mikrofon, bemenet, fülhallgató, kimenet. Az ára, mindjárt nézem, virtuális 5.1, $2.26, azaz 400-500 forint, mondjuk legyen 450 forint. A másik átalakító. És akkor végül az utolsó, amit én meg régóta vágyom, mert öltönyvisel ember révén örökké kibolyhosodik az öltönynek a zsebe, és ugye ezt a különböző ilyen kínai piacokon azért el kéne érte egy ezrest, egy öltöny, illetve ilyen ruha borotva, ami ezeket a szőröket leborotválja,
Itt 4,28-ba került, legyen mondjuk 4,50, az azt jelenti, hogy 800-900 forint. Hát még a kínai piacon is ennek a duplája. Hát nagyjából ennyi, minden megjött, egy hét alatt a rendelés követhető az interneten, és az egész volt $40, azaz még egyszer mondom 8000 forint alatt bőven. Hát, hirtelen ennyi.